Hát az van, hogy szerintem mindegyik hangszer szép. Kiváltképpen a gitárok állnak közel az én szívemhez, nyilvánvalóan. Azon már lehet vitatkozni, hogy kinek melyik forma tetszik a legjobban. Strato, SG, Tele, Flying V, lehetne sorolni órákig. De hát találtam pár példát, ami hát én nem is tudom. Nem is tudom, hogy mi volt a szándék, vagy mi volt a gondolatmenet. De hogyha ebbe bárki meglátja a szépet, akkor gyerekek, na, nem tudom, nagyon nagy a baj. Szándékosan olyan gitárokról kerestem képet, vagyis hát nem képet, hanem felvételt. Kizárólag olyanokat fogok mutatni, amiről videó is van, és használják őket, amelyik hát valami elképesztően, úgy fogalmazok, hogy különlegesek. Na jó, mindegy. Erről lesz most videó. Köszi szépen, hogyha megnézitek. Ha bármilyen olyat találtok, amit én a videóban nem mutattam meg, azt küldjétek el mindenféleképpen. Ha meg van saját, azt meg ópláne is nagyon szívesen ki is próbálom. Ha tetszik a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha tehetitek, akkor támogassatok a Patreonon. Azoknak, akik már megtették, nagyon szépen köszönöm. Hát vágjunk is bele. Az egyik legnagyobb ágyúval kezdem. Bu Beleza Pura Taj Mahal. Itt szerintem, Masayoshi Takanaka. Egy picit utána néztem ennek az emberkének, és hát inkább egy ilyen életművész, mint gitárművész, de talán, hát most nem akarok hülyeséget mondani, Japánban, de valami ázsiai országban biztos, ő egy ilyen hipernagy sztár, de ez itt majd látszik a videón is. Gyerekek, tehát megmutatom a bevonulást. Már eleve ugye ez a zene tőlük, nem tudom, már ilyen nagyon fura. És akkor meghalljátok mindjárt a gitárt, kicsit beletekerek. Meghalljátok a gitár szandját, ott megállítom egy pillanatra. Ez félelmetes. Még egy picit beletekerek. Kicsit hosszúra nyúlik ez az intro a főszereplő nélkül. Tehát, hogy jó, visszatekerem még egyszer, hogy hallgassuk meg a szandót. Figyelj! Na most, és akkor most megnézzük, hogy miből jön ez a szand. Tehát, hogy esélyetek sincs. Gyerekek! Piros szördeszkánban belül van egy totálisan piros gitár. Tehát, hogy egyszerűen... Nincs rá magyarázat. És hát úgy is szól. Tehát, hogy ezt én nem tudom, hogy gondolta. És hogy végignéztem, hát nem végignéztem, de megnéztem pár felvételt tőle. Hát hogy nyilván nem ismerem jól, de hogy valószínűleg neki ez kell ahhoz, hogy egy picit kitűnjön így a tömegből a gitározáson túl. És hát ő egy ilyen híres szörfös is talán, nem is mutatom még. Kérem. És megőrülnek érte. Na jó, tehát, hogy ennél több időt nem akarok szállni egy videóra sem. Ő volt az első, a szörfdeszka, a gitár, piros, elképesztő. És menjünk a következő, hát az se lesz sokkal egyszerűbb történet. Tehát, hogy itt már látjátok. Na most még ez oké, de itt megnéztem a leírást. És azt írja elvileg, hogy ez egy valódi emberi csontvázból készült, és ez a csontváz az nagybátyjához tartozik, Philiphez, aki a 90-es években hunyt el. Hát most, gyerekek, nem tudom, hogy ez igaz-e, de ha igen, akkor ez botrány. De és akkor tehát már csak, hogy miért nem érdemes ilyet csinálni, hallgassuk meg, hogy szól, mondjuk a játszás se egy őrület. Figyelj. Mm.
Mert még hogyha, de még akkor sem nyilván, tehát hogyha jó lenne, sem csinálunk ilyet, de hát ez még csak nem is jó, és pont ezen gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha mondjuk minném le Kovács Tomihoz ezt a gitárt, hogy Tomikám, be kéne állítani az egyik bordát, vagy mit tudom én, az egyik csigolyás. Szóval őrület, és ez rendesen van, és ezt használta ez a fiatal ember. Jó, megyünk tovább ezen a vonalon. George Lynch, sose tudom, hogy kell kiejteni a nevét. Na most ezzel a gitára viszont az van, hogy ez rendesen kapható volt. Ez egy ESP gitár. És hát így néz ki. Rendesen így néz ki. Hogy nem tudom, hányan vennénk ilyet most ezek közülünk. Tehát, hogy ez is ez a csontvázvonal, nem annyira szimpatikus nekem. Nem tudom elképzelni magamat ezzel mondjuk soha. Oké, hát és akkor a következő, hát hogy megköveztek, Steve Vai, háromnyakú, szív alakú gitár, tehát hogy ezt is kikérem magamnak, tehát hogy néz ki. Nyilván ő legalább baromi jól játszik, meg egyedi, meg minden, és neki van egyébként ez az új Hydra talán, vagy nem tudom, hát az se egy szépség, de ez... Tehát, hogy... És ilyen kis gitárok vannak itt még pluszba. Jó, nem a játékról beszélek nála, abszolút nem, mert az eddigieknél még csak az sem volt egy acélos dolog, de hogy ez mi? És egyébként csak most találtam meg ezt a felvételt róla, én azt még nem is ismertem bele, ahogy így keresgéltem itt ezeket a csúnyácska gitárokat, hát ez egy sötétebb korszaka volt a gitárkészítésnek. Oké. Okay. Következő. Ő egy utcazenész, és hát ő ebbe a, hát nem is tudom, hogy gitár-e ez, ebbe beleépített kb. Nem tudom, mindent, amit otthon talált. De hallgassuk meg, akkor meghalljátok. Azt hiszem van benne dobgép, szinti, meg nem tudom, micsoda. Én nem tudom, hogy mennyire praktikum indokolta ezt a külső, de gyanítom, hogy nem. Tehát, hogy... Ez a személy mikrofon is be van építve. Hát, hogy én azt érzem, hogy ezt is lehetett volna ez egyel gusztusosabban megcsinálni. Kövi. És az a durva, hogy ez is egy ESP, és ez egy takó gitár. Itt végigmutogatják, hogy készül. Mindjárt. Tehát, hogy így néz ki, de itt azt hiszem, hogy így mutogatják, hogy festik meg. Next level. Aha. Saját magának festette. Lehet, hogy érdemesebb lett volna megkérni valakit. Hogy mi indokolj, mert oké, nagyon szeretem a takót, de vagyok, hogy én meg a harcsa paprikást szeretem nagyon, akkor itt kérem a magyar hangszerkészítő mestereket, hogy akkor én harcsa paprikás gitáron szeretnék ezentúl játszani, szóval nem. Tehát takógitár, felejtsd el, hülyeség. Ez magáért beszél, tehát hogy ez egy kard, igen, szárnyakkal. Ez is ESP. Angel's Word, tehát szerint ez egy angyalszárny. Hallgassuk meg. Nagyon sokkal másabb zenét nem tudtam volna elképzelni.
beletekerek. Hát az elején hát, ha halljuk még magában. Igen, nem szom vészesen rosszul, de mi emögött az ideológia kérdemén? Hogy jön össze a kard és az angyal szárny? Értem én, hogy metál. Jó, oké. Na, a következő az, tehát hogy az... Igen, várjatok egy picit. Bender Distortocaster. Egyébként nem szól rosszul. Még nagyobb valószínűséggel itt a cuccok miatt, ami hátul van. De hogy... Nem gondolom azt, hogy itt ez, mondjuk ez a rész itt, ez a felső szarv, ami gyakorlatilag egy nagyobb bólításnál kiveri az összes fogadat, az hozzátesz sokat a hangképhez. Tehát, hogy miért? Tehát, hogy... Minden hajlik, minden görbe, minden nyúlik, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, Salvador Dali festmény lenne. Teljesen mindegy, ez semmi értelme. 94-es Bender Distortocaster. Oké. Kövi. Tehát ez meg, most nem tudom, hova tekerek, ahol jobban látszik. Ugye ez meg egy felfordított, itt látszik a legjobban. Tehát, hogy minden fordítva van gitár. Hogy nincs ennek se értelme. Szól, de hogy... Még csak annyira nem is jól szól. Sőt, hát mondhatjuk, hogy nem jól szól. De hogy magyarázzál meg nekem valaki ezt, hogy ennek, hogy mi az értelme azon túl, hogy lett egy ilyen, és soha az életben nem kell senkinek. Oké. Ez viszont egy baromi érdekes hangszer. Ezt egyébként Pat Metheny is használt, egy 52 húros gitár. Nagyon sok gitár az nyilván ilyen állandó, vagy nagyon sok húr az ilyen állandóra van hangolva, ilyen hárfaszerű. Folyamatosan zenk, hogyha megpengeted. Kicsit inkább ide tekerek, mert itt egybe látszik. Tehát, hogy azért a széptől ez is messzi van, maradjunk annyiban. Linda Manzer gitár. És találtam egy videót egyébként, ahol a hölgy mutatja be, mert nem játszik rajta, csak hogy ő fogja a kezében. Ugye, ami most játszik éppen, azok ilyen állandó húrok. És akkor bejött a basszus. Itt van egy fretless, az ott 8 húr, az ott meg 9 húr. Azokat ott meg sem tudom számolni. Tehát szóval... Igen, nehezen tudom ezt is elképzelni más zenei műfajban, ez a kicsit elborulós. Na és hát az utolsó... Egyszerűen nem tudok mondani róla semmit. És ennek is van valami neve. Jaj, elfelejtettem. Hát most nyilván magyarul hogy hívnánk, tehát hogy... És... 300 BPM fastest down picking and down picker in the history.
És bárki, aki mondjuk ilyen A-kategóriás topzenekarban játszik itthon, és egy ilyennel letol egy bulit, annak én fizetek 5000, legyen 10000 forintot. De az tényleg A-kategóriás gitárosnak kell lenni. Meg A-kategóriás zenekarba kell játszani. Kap tőlem 10000 forintot, hogy egy ilyennel lenyom egy bulit. Jó, hát nyilván nincs is itthon ilyen gitár, de szóval... És ez is egy létező hangszer, tehát hogy ebből is gyártottak többet, meg lehetett venni. Írjátok meg, hogy szerintetek melyik volt a legszebb, vagy éppen a legcsúnyább. Én most hirtelen ezeket találtam, és tényleg küldjétek be, hogyha esetleg van nektek otthon saját, ami hasonló színvonal, vagy láttatok már ezeknél ocsmányabbat, vagy haszontalanabb dolgokat. Ennyi volt most ez a kis videó, ez egy ilyen vicces adás volt. Köszi szépen, hogyha itt voltatok. Remélem szereztem pár boldog percet. Csőzetek mindenkinek!